Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello! Szia! Tessék! Boldog anyák napját! Köszönöm szépen! Ezt neked! Sziasztok! Hello! Köszönöm! Tessék, ezt is hoztam neked virágot. Remélem tetszik. Csővász! Cső! Szia! Szia! Ki hol ül? Hol vannak a székek? Ezt hogy fogaltuk? Remélem jó éjjel vagytok. Hát mivel késtetek, egy 20 percet. Igazából minden hétvégén próbáljuk összehozni a családot, és egy ilyen hétvégi ebédre összejönni. Akkor jó, amikor minél többen ráérünk és el tudunk jönni. És most hál' Istennek anyák napja is van, és a nagybátyámnak, Zolynak a születésnapja is, úgyhogy ez egy nagy ünnepség lesz itt hamarosan. A héten közben megkértem a barátomnak a kezét, aki hál' Istennek igen mondott. Úgyhogy most már a mennyasszonyom lett, itt meg is mutatja a gyűrűt. Nagyon röhögtünk, mert iszonyatosan kicsi lett a gyűrű, tehát nem jött föl az ujjamra. Iszonyatosan kicsi, de hát följött. Na ennyire szoktunk általában egyet érteni. Mert följött a gyűrű a kezedre, csak kicsit erőltetni kell. Hát kisebbesedett az ujjam. És azóta úgy jött föl a gyűrű. Igen, akkor két napig nem voltam, és akkor tegnap elmentünk és kicseréltettük szerencsére. Mi régen úgy voltunk szoktatva, hogy 18 éves korunkig nem ihattunk kólát, azért mi nem iszunk kólát. Nem, csak a Dávid. Én is 18 éves korunkig nem ihattam, de én is ihattam, az egyedül a Dórnál engedtétek meg. És ha a szüli nap volt, akkor kaptunk egy pohár kólát. De akkor egy pohár kólát én. Igazából nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, amikor eljövünk és összegyűlik a család. Én azt gondolom magamra nagyon családcentrikus ember vagyok, aki szeret a családja körül lenni, és minél több időt megpróbál velük tölteni. Ugye elég szoros a versenynaptár, illetve az edzések miatt nem sokat tudok velük tölteni, úgyhogy próbálom ugye a hétvégén összeszervezni. Ha éppen nem versenyem vagyok, akkor eljövök és találkozom velük.